Mi volt az alapvető célja ennek a kétnapos budapesti kongresszusnak, amelyet most másodjára szerveztek meg Magyarországon, és ön szerint elérte-e a célját? Alapvetően a kongresszus célja az volt, hogy megvalósítsuk a nemzeti erőknek a nemzetközi együttműködését, hiszen, mint az a beszédekben is elhangzott, Magyarország gyakorlatilag egy összekötő kapocs tud lenni a különféle konzervatív nemzeti mozgalmak között. És ezt a kapocs szerepét hivatott betölteni ez a konferencia is, ahol 5 kontinens 20 országából mintegy 60 különféle külföldi vendég érkezett, akik a politikai életben aktívak, saját hazájukban, és megvitathatták azokat az aktuális kérdéseket, amelyek minden jobboldali politikust foglalkoztatnak jelenleg. Ugye a gender kérdését, a migráció kérdését, a háború és a béke kérdését. Alapvetően ezek voltak a fő témák a mostani CPEC-en, és ezek azok a kérdések, amelyekben úgy gondolom, hogy minden konzervatív egyetért, és hasonló gondolatokat tudnak fogalmazni. Miért fontos az a fajta összefogás, amire ön is utalt az imént, de amire egy korábbi interjúban az Alapjogokért központi igazgatója Szántó Miklós is, és több konzervatív politikus. Miért kellene a világ különböző tájain dolgozó jobboldali konzervatív politikusoknak összefogniuk? Hát az ember arra gondol, hogy ahány ország, annyi szokás, annyi gond, annyi probléma, amit ott helyben kell megoldani. Igen, és ezzel is hangzott egyébként a beszédekben, többek között pont Szántó Miklós, illetve miniszterelnök úr beszédében is vizsgálták ezt a kérdést, és ugye az a helyzet, hogy a konzervativizmus, mint ideológia, az valóban minden országban másabb valamivel, hiszen mások a helyi szokások, mások a helyi fontosabb kérdések, mások a hangsúlyok sok esetben. Viszont azt látni kell, hogy amivel szemben állunk, a liberalizmus, az gyakorlatilag egy hegemóniára törekvő globális ideológiai áramlat. Olyasmi, ami nem engedi meg az eltéréseket, hanem pontosan ugyanazt kell gondolni minden egyes kérdésről a világ bármely pontján, ők csak ezt tudják elfogadni. Gyakorlatilag egy totalitárius ideológia születését látjuk, mint annak idején a kommunizmus volt. Bocsánat, hogy közbevágok, hát akkor ez már nem a klasszikus liberalizmus, a szabad gondolkodás, a szabad gondolatok tere? Abszolút nem. Hát ugye azt látjuk, hogy aki szabadon mer gondolkodni, azt minden lehetséges eszközzel megpróbálják eltiporni. Hát erről szól ugye a cancel culture, erről szól a woke és minden egyéb olyan mesterséges műszó, amelynek a jelentését néhány évvel ezelőttig nem is értettük volna. De amiket szép lassan átszivárogni Európában, Magyarországban és a világ többi részére, a Egyesült Államokból. És ezért is különösen fontos, hogy ebben a harcban szövetségeseink az Egyesült Államok konzervatív erői is, hiszen ők maguk is látják, hogy ami náluk zajlik, a Joe Biden féle adminisztráció, illetve egyéb kapcsolt ideológiai szervek munkássága nyomán, ez gyakorlatilag nagyon rossz az Egyesült Államoknak is. És persze nyilván nem említjük itt Soros Györgynek a munkásságát is, aki az egyik fő exportőre ezeknek az ideológiai hegemóniáknak. Tehát ugye azt látjuk, hogy ezek a konzervatívok gyakorlatilag bár sok mindenben mást gondolnak, a legfontosabb kérdésekben egyetértenek, és ezeket a kérdéseket próbáltuk a konferencián is képviselni, hogy megmutassuk, hogy több minden kapcsol minket össze a nyugati világban, mint ami elválasztana. Hiszen lehet, hogy más gondolunk az adópolitikáról, más gondolunk bizonyos geopolitikai kérdésekről, de a legfontosabb kérdésekről, már pedig a Istenről, a családról és a hazáról ugyanazt gondoljuk mindenhol a nyugati világban. És ennek az együttműködésnek a megalapozására szolgált a mostani CPEC. Csak azt akartam közbevetni, illetve kérdezni, hogy a volt republikánus elnök Donald Trump nem jött el, de videóüzenetben üdvözölte a kongresszus, mondott néhány mondatot, de sok konzervatív amerikai politikus itt volt és felszólalt, és említette, hogy az egyik legfontosabb téma,
hát mi lenne most fontosabb az orosz-ukrán háborúnál, illetve annál, hogy mikor lesz végre fegyverszünet, béke és valamiféle megállapodás, amikor visszatérhetnek az elűzött emberek a hazájukba. Szóval, hogy nagyon hangsúlyos szerepet játszott a kongresszuson ez a téma. Mit mondtak ezek az amerikai politikusok, hogy Amerikában most jelen pillanatban a békepártiság, az hol tart? Tudván azt, ezt azért kérdezem, mert hát a fegyverszállítás, a fegyverkereskedelem a világ egyik legnagyobb üzlete, tehát úgymond vannak emberek és csoportok, akiknek érdekük, hogy sokáig tartson ez a háború. Igen, és hát persze láthattuk még korábban például a Bush elnök idején, hogy a republikánusoktól sem állt egy időben messze ez a fajta háborúpárti gondolkodás. De örömmel jelenthetem, hogy a republikánusok ebben a kérdésben egy 180 fokos fordulatot csináltak, és rájöttek már Trump elnök idején arra, hogy az Egyesült Államok, bár lehet, hogy a cégei profitot realizálnak ezekből a konfliktusokból világszerte, de a saját erejét elaprózza azzal, hogy a világ egészében megpróbálja az ő érdekeit érvényesíteni, ha kell, fegyveres erővel. És pont erről szólt a Trump elnök politikája, hogy véget kell vetni ezeknek a mindenféle háborúskodásoknak szerte a világon. Nem kell nekik elmenni Irakba vagy Afganisztánba, és ott évtizedekig ott lenni ők hatalmas pénzeket felemésztve, hanem sokkal inkább a szoft eszközök felé kell fordulni, a kereskedelem, az együttműködés, a gazdasági érdekek erősítése. És gyakorlatilag ez ma már a republikánus pártban egy mainstream gondolattá vált. Nyilván vannak olyan őskövületek ott is, akik még a régi módihoz ragaszkodnak, de a számuk egyre fogyatkozik, és a Trump-féle vonal az, ami ebben a kérdésben dominál. Persze ugye fontos most megemlíteni a elnök választási kérdések miatt DeSantis is, aki ugyan a konferencián nem képviseltette magát, de őróla is tudni lehet, hogy nem éppen a barátja ennek az egész ukrajnai háború támogatásának. Tehát azt láthatjuk, hogy az Egyesült Államokban is egy elég erős békepárti mozgalom kezd kibontakozni. Említhetném akár a konferencián is jelenlévő Kerry Lake-et, aki konkrétan azt üzente Biden elnöknek, hogy nem akarják, hogy az amerikai fiaik egy helyes, teljesen értelmetlen háborúban halljanak meg, ami erre nyilvánvalóan Ukrajnára célzott, tehát hogy látjuk, hogy ma már azért sokkal nehezebb lenne egy ilyen háborúba közvetlen amerikai részvétel, de még a háború fegyveres támogatása sem örvendel a nagy népszerűségnek, mint azt mondjuk a mainstream liberális sajtó szeret ide mutatni. Igen, mert hát ugye miközben Amerika szétforgácsolja az erejét világszerte, Kína a surranó pályán beelőzi Amerikát, amelyik viszont nem ezt a fajta politikát képviseli. Igen, hát azt láthatjuk ugye most konkrétan a háborúban, hogy még az Egyesült Államok, és ami számunkra sokkal fájdalmasabb, az Európai Unió is háborúpárti módon lép fel. Ahhoz képest Kína az, amelyik hatalmas diplomáciai erőfeszítéseket tesz a békéért. És úgy gondolom, hogy ez komolyan visszaüt ezeknek az említett államoknak, államszövetségeknek a presztízsére, ami a béke és a világrend fenntartását illeti. És nyilvánvalóan ez is a szípeken előkerült, tehát meghatározni az Európai Unió jövőjét, sorsát, azt, hogy az Európai Unió ne csak elszenvedője legyen a világ változásainak, hanem aktív résztvevője és aktív cselekvője is, hiszen ez alapvető nemzeti érdekünk, mert Magyarország legyen bármilyen remek kormánya is, önmagában azért nem egy világpolitikai tényező, ezt sajnos be kell látnunk. Nyilvánvalóan azzá vált bizonyos szempontból szellemi értelemben, hiszen Magyarország volt az első hely, ahol gyakorlatilag ezt a woke őrületet, ami a nyugati világot egyre inkább a hatalmába keríti, sikerült legyőznünk, és azt mutatja, hogy azon országok, ahol kitombolta magát az ideológia, ott a konzervativizmus képes megújulást, újjáépítést biztosítani. Viszont ez nyilvánvalóan ugye a liberálisok ellentámadását váltotta ki. Ugye a Magyarországgal szembeni
számtalan eljárásra, támadásra, egyébre gondolunk, akkor ezt láthatjuk, és ugye éppen ezért Magyarország egyfajta nem csak kapocs, hanem modell is a nyugat számára, azok számára, akik fel akarnak lépni ezek ellen a hegemonizáló, totalitárius eszbeáramlatok ellen. De hát viszont nyilván ezen szellemi példamutatáson kívül Magyarország azért gazdasági egyéb értelemben nem egy világpolitikai tényező, és ezért különösen fontos a számunkra az, hogy az Európai Unió is meg tudjon újulni, és a globalista érdekek helyett, mondhatjuk akár nyíltan a Soros György érdekei helyett, inkább a nemzetállamok érdekeit képviselje, és Európa érdekeit képviselje. Ez lenne a fontos cél itt Európán belül.